Tóth Norbert, címzetes rendőrőrnagy, kiemelt baleseti fővizsgáló foglalta össze az elmúlt hetek baleseteit. Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök 2020. szeptember 12-én 17 óra után Hajdúszoboszlón, a Nádudvari út Erzsébet utca kereszteződésében. A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi közlekedett az Erzsébet utcán az általa vezetett tehergépkocsival. A Nádudvari út kereszteződéséhez érve úgy kezdte meg a balra nagy ívben történő kanyarodási manővert, hogy nem biztosított áthaladási elsőbséget az ott közlekedő kerékpáros számára. Az ütközés során a kerékpáros elesett, és 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Két személygépkocsi ütközött össze a 4805-ös számú út Hajdúszobát és Eves közötti szakaszán 2020. szeptember 16-án a reggeli órákban. A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi közlekedett egy Nissan típusú személygépkocsival Eves irányába. Haladása során eddig tisztázatlan okokból áttért a menetirány szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol neki ütközött az ott közlekedő Skoda típusú személygépkocsinak. Az ütközés következtében mindkét gépkocsi vezető súlyos sérüléseket szenvedett. Felhívjuk a közlekedőket, hogy legyenek figyelmesebbek, erőzékenyebbek a megszokottnál, mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezessék a járműveiket. Az időjárás változás hatásai a közlekedőket sem kímélik. Motorkerékpárral, segédmotorkerékpárral, személygépkocsival közlekedve a legnagyobb ellenség a nedves úttest ebben az időszakban. Mindig tartsák be sebességhatárokat, haladjanak az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelő sebességgel. A helytelenül megválasztott sebesség könnyen megcsúszáshoz, az pedig balesethez vezethet.